Vetélytárs nélkül maradhat az európai főügyészi tisztségért folyó versenyben Laura Kodrucák kövesi. Francia sajtóértesülések szerint ugyanis ellenjelöltjét Jean-François Bocnert országa korrupcióellenes főügyészének neveznék ki, és ennek érdekében már meg is történt meghallgatása. Mi több, Emmanuel Macron, francia államfő is kövesit támogatja, ezt állítja legalábbis Dacian Csolos. Az európai főügyészi posztra a többfordulós kiválasztási rendszer során végül két pályázó maradt versenyben. Az Európai Parlament Laura Kodrucák kövesit, az Európai Tanács a francia jelöltet Jean-François Bonnert támogatta. Végül április elején az európai intézmények úgy döntöttek, hogy felfüggesztik a tárgyalásokat, és az európai parlamenti választásokat követően az új EP megalakulása után visszatérnek az ügyre. Csak hogy időközben változtak a dolgok. A francia közszolgálati rádió szerint ugyanis Jean-François Bonnert korrupciós főügyésznek neveznék ki Franciaországban, és már meg is hallgatták ez ügyben. Így az európai főügyészi tisztségre pályázó Laura Kodrucák kövesinek lényegében nem marad vetélytársa. Az Európai Parlament megerősítette, hogy továbbra is kövesit támogatja a tisztségre, és a liberális Renew Europe frakció elnöke Dacian Csolos volt román miniszterelnök is közölte, hogy a liberálisok is kövesit támogatják. Korábban Csolos kérte az európai főügyész kinevezésének a felgyorsítását. Mielőbb le kell zárnunk az európai főügyész kinevezésének a folyamatát, túl sokat vártunk már. Ennek az intézménynek mielőbb működnie kell, hogy megvédje az Európai Unió pénzügyi érdekeit a korrupcióval és a csalással szemben. Néhány nappal később Facebook oldalán bejelentette, hogy tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel is a folyamat felgyorsításáról. Múlt héten egyébként Vio Ricardon Csilla miniszterelnök is állást foglalt az ügyben, hangsúlyozta, hogy nem támogatja kövesit sem ő, sem a kormány, sem a szociáldemokrata párti EP képviselők az európai főügyészi tisztségre.